A Magyar Szocialista Párt valamennyi baranyai képviselőjelöltje leadta a választási bizottságnak a kopogtató cédulákat, jelentette be a párt megyei elnöke, a listavezető dr. Szili Katalin. A kopogtató cédulák összegyűjtését a szocialisták a kampány egyik, bár nem legfontosabb állomásának tekintik. A 7 egyéni jelölt körülbelül több mint 25 ezer ajánló szelvénnyel rendelkezik, de hozzátenném azt is, hogy a Magyar Szocialista Párt nem tekinti versenynek az ajánlószelvények gyűjtését, és méltatlannak tartanánk azt, hogy ez egy verseny során alakuljon ki, és egy valamiféle messze menő következtetést vagy eredményt vonjon le ebből az ember, hiszen az egész kampánynak ez egyetlen állomás, és nem a végső állomása, hogy ki mennyi ajánlószelvénnyel rendelkezik. A párt megyei listáján 18 jelölt szerepel, és úgy állították össze, hogy az tükrözze a párt és a társadalmi rétegek kapcsolatát. A szakszervezetek, nyugdíjasok, párton kívüliek jelöltjei is szerepelnek rajta. Az MSZP a kopogtató cédulák gyűjtését a törvényes határidőig, április 16-áig folytatja. Megfizethető lakások, családbarát lakáspolitika. E címszóval jellemezhető a Fidesz Magyar Polgári Párt lakásprogramja. A párt a múlt héten e témában tartott fórumán Sasvári Szilárd, a program egyik alkotója elmondta. A lakás probléma ma már társadalmi kérdéssé vált. Megoldása csak kormányzati eszközökkel képzelhető el. Ki kell alakítani a lakásbérleti szektor új struktúráit, a szociális célú önkormányzati, a piaci vagy piachoz közeli bérleti díjú lakások rendszerét. A panellakások felújításának költségét nem a lakóknak kell fedezni, az kormányzati feladat. Körömi Attila, a párt Pécs 3-as számú választókörzetének képviselőjelöltje, ismerve a város lakáshelyzetét, a megoldás lehetőségeit vázolta. Fidesz ugye megalkotta a Polgári Jövő programját, ebben kimondja, hogy a társadalom legfontosabb egységének a családot tekinti, és a családok boldogulását tekinti legfontosabb célnak. Családok csak lakásban tudnak boldogulni, nyilván ehhez lakás kell, márpedig hogyha lakás kell, és az önkormányzatok saját erőből lakásprogramokat már nem képesek vinni, akkor mindenképpen szükséges állami beavatkozás, ami nem állami lakásépítést jelent elsősorban, hanem hogy az állam egy lakáskoncepcióval generálja olyan pénzeket, amely megmozdítja ezt a lakáspiacot, az első lakásépítőkre vonatkozóan is pozitívan, és a lakásfelújításokra is pozitívan. Én ebben, mint parlamenti képviselő, személy szerinti szerepet vállalnék nagyon szívesen. A Szabaddemokraták Szövetségének pécsi jelöltjei kampányuk során felhívással fordultak választókerületük polgáraihoz. Jótékony célú könyvadományokat vártak mindazoktól, akik a már nem olvasott vagy polcon heverő köteteket szívesen átadnák a nyugdíjas és gyermekotthonok lakóinak. Szombaton egy ilyen eseménynek lehettünk szemtanúi. A Magyar Lajos gyermekotthon lakói Papp Bélától vehették át az ajándékkönyveket. Nem ismertem a gyermekotthont, a gyermekotthonról bizonyos képzetei vannak azt hiszem többünknek, de hát amit itt a nevelőkar csinált, az egyszerűen fantasztikus. Tehát csak példaként, hogy kis csoportokra osztották a gyerekeket, ahol vannak nagyok, kicsik, mint az orgonasípok, úgy néznek ki, és ezek teljesen elszeparáltan élnek, mint egy külön lakásuk lenne. Külön vízóra van, külön villanyóra van, külön telefonjuk van. Ez a lakrész, ez úgy kell becsöngetni, mint egy igazi társasház lenne. Szóval csodálatos, hogy nem, hogy mondjam, itt tartják a gyerekeket, hanem tényleg megpróbálják fölkészíteni az életre. És hát ez azt hiszem, hogy támogatandó és minden elismerést megérdemel az igazgató és a kollégái is. A képviselőjelölt a választásokról szólva elmondta, a továbbiakban is nyugodt hangvételű, szélsőségektől mentes kampányt kíván folytatni. A Magyar Demokrata Fórum Pécs 2. számú választókerületének jelöltje, dr. Révész Mária közel 2 hete alakította ki választási kampányirodáját a Magyar Demokrata Fórum Apáca utcai székházában. A múlt heti ünnepélyes megnyitón a Fidesz és a Kereszténydemokrata Szövetség támogatását is élvező jelölt elmondta. Az elmúlt hetek sajnálatos eseményei a választási irodába történt betörést követően helyreállt a rend. Kampánya a tervezetnek megfelelően folyik tovább. Az iroda létrehozását több tényező is indokolta. Úgy látjuk, hogy
Négy évenként a választópolgárnak van egy lehetősége arra, hogy döntsön, és ilyenkor az ő kezében van a saját sorsa, meg mindenki, de csak információ alapján tud dönteni. Tehát a kampányirodának az a célja, hogy minél több információt juttasson el a választópolgárhoz, hogy minél felkészültebben tudjon dönteni, és ha ezt minden párt így teszi, akkor megalapozottabb döntés születik a választásokon. Az iroda hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig tart nyitva. A képviselőjelölt asszony minden hétfőn 16 és 17 óra között várja személyes beszélgetésre választókörzete polgárait.